Kolozsvári Rádió és a Romániai Magyar Dalos Szövetség bemutatja In Memoriam Bartók Béla. Halála 70. évfordulóján Kolozsvári Nagyenyedi és Sepsiszentgyörgyi iskolások muzsikának a zeneszerző emlékére. Most pedig kapcsoljuk a Kolozsvári Rádió koncerttermét, ahol már is kezdődik Bartók emlékhangversenyünk. Benkívüli Piaszó. Szeretettel köszöntöm hallgatóságunkat, kicsiket, nagyobbakat és még nagyobbakat, szereplőket, anyukákat, apukákat, tanárnéniket és tanárbácsikat. Hát én először is meg kell mondjam, hogy a legjobban annak tudok örülni, amikor benépesülő gyermekekkel a Kolozsvári Rádió és a koncerttermünk, főleg annak örülök, mikor a koncerttermünk tele van. És hát hadd büszkélkedjem el a hallgatóinknak, meg a nézőinknek, mert itt sokan elfelejtették otthon hírül adni, hogy nézni is lehet bennünket. Szóval hadd büszkélkedjem el, hogy most dugig van a koncerttermünk olyan gyerekekkel, akik azért vannak itt, hogy megmutassák, hogy szeretnek hegedülni Bartók műveket, zongorázni Bartók műveket, énekelni Bartók műveket. Természetes, hogy ezek a gyerekek nem csak Bartók halála 70. évfordulóján szeretik Bartók zenéjét, de hát ugyebár ezt a 70. évfordulót, amire gyakorlatilag az egész világ nagyon odafigyelt, úgy gondoltuk a Romániai Magyar Dalosszövetséggel, hogy mi sem hagyhatjuk ki, mi sem maradhatunk ki ebből a nagy világméretű bartókozásból, úgyhogy egy órányi időben, élő adásban igyekszünk megmutatni, hogy mi mindent tudunk mi kolozsváriak, nagyenyediek és sepsiszentgyörgyiek a világnak megmutatni Bartók Bélából. És mivel, hogy nagyon komoly küzdelmet viszünk a percekkel azért, hogy az egyórányi közvetítésünk pontosan egyórányi legyen, már is mondom, hogy az első csapatunk színpadon áll. Ők a legnépesebb csapat, a kolozsvári Szigismund Lóduca Zene Líceum 5-8 osztályosai. És hát Balázs Ágnes karnagy már alig várja, hogy megadja a hangot és beincsen a gyermekeknek. Bartók Béla egynemű karai közül fognak hármat megszólaltatni. Yeah.
előbb, hogy ide ugorjék, hogy már szinte én is lóugrásban közelítettem meg a mikrofont. Balázs Ágnes vezényelte tehát őket, és hát a karnagyasszonyról határuljam el azért azt is, hogy nem csak gyermekeket vezényel ilyen ügyesen, tudják ezt jól a Torda Szent Lászlója, hogy a felnőttekkel is nagyon szakszerűen bánik Balázs Ágnes karnagy. És hát, mint a hallgatóknak megsúgtam, nagyon népes csapat, a karnagytól tudom, hogy csak is azok nincsenek most itt velünk, akiknek mutál a hangjuk, így van már ezekben az életkorban. Úgyhogy ameddig a népes csapatunk levonul a színpadról, én megkérném Tóth Gutmann Emesét, a Dalos Szövetség elnökasszonyát, hogy használjuk ki ezt a kis vonulási időt arra, hogy megosztjuk egy pár gondolatunkat a hallgatóinkat. Hiszen, Emese, gondolom, elárulhatom, ezt a koncertet nagyon tudatosan időzítettük éppen erre a napra. Ez egy olyan nap, amely fontos a Dalos Szövetség életében, közgyűlés volt, szerveződnek ilyenkor, díjakat osztogat a Dalos Szövetség, és hát ezért gondoltuk úgy, hogy meg szeretnénk a karnagyokkal is osztani a Bartók koncertünk élményét. Emese, tiéd a szó. Köszönöm szépen! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm én is az ének-zene szerető kedves meghívott vendégeinket. 2015 tényleg Bartók év. Tisztelettel adózunk mi is szövetségünkkel, a Romániai Magyar Dalos Szövetséggel Bartók Béla halálának 70. évfordulóján. Ezen a napon tartottuk délelőtt a Református Kollégiumban az évi közgyűlésünket, ott, ahol, mint mondott a dr. Benkő Jutka, műsorvezetőnk, ez alkalommal is a népes erdélyi karvezetők körében kiosztottuk az idei évi díjainkat 6 karnagynak, akiket ebben az évben ezekkel a díjakkal megtiszteltünk. Bartók évnek szenteltük a közgyűlést is, és ezzel párhuzamosan ma délután a kolozsvári koncertünket is. Bartók Béla, amikor meghalt, senki sem hitte, hogy pár év alatt ennyire megérik a világ az ő befogadására. Bartók év nem csak a kerek évfordulók vagy a 2015-ös év, a mostani, hanem mindennapjaink. Az évfordulók csupán tudatosítják bennünk egyszer és mindenkorra azt a tényt, hogy Bartók Béla kortársból klasszikussá lett. Zenéje ma is úgy korszerű, úgy létszükségletünk, mint a Bach zene, vagy a Beethoven-é. Írta róla László Ferenc muzikológus 1971-ben a Hét című heti lap hasábján. Mai hangversenyünket ez alkalommal ifjú zenenemzedékünkre bíztuk, és egyben lelkes, nagy tudású tanárainkra. A Romániai Magyar Dalos Szövetség azért kezdeményezte ezt a hangversenyt, hogy az Erdély különböző iskoláinak diákjai, kórusai, szólistái szólalthathassák meg Bartók műveit, hisz tudjuk, nem élhetünk Bartók Béla műve és emberi példája nélkül. További sok sikert minden szereplőnek! Köszönöm! Köszönjük szépen, koncertünket tehát a Romániai Magyar Dalos Szövetséggel karöltve szervezzük, és a következő percekben zongora muzsikát kínálunk. Dóráti Antal, a világhírű karmester azt írta valahol, hogy amikor 5 éves korában először elkezdte zongorázni a gyermekeknek című zongora darabokat, akkor borzasztóan elcsodálkozott, hogy a félelmetes Bartók Béla név mögül ilyen furcsa, vicces muzsika bukkan elő. Nos, hát ebből a vicces, tréfás muzsikából egy harmadik osztályos kislány, Bogdán Jobár fog nekünk egy kis ízelítőt nyújtani, játszani fogunk, ugyanis a Gyermekeknek című sorozatból a Játék című darab szólal meg. Thank you.
szépen a mai koncert egyik legkisebb szereplőjét, Bogdán Gyopát hallottuk, tehát, és egy gyors taps erejéig megkérjük Horváth Zoltán tanárbácsit, hogy mutassa meg magát, mert úgy gondolom, hogy a tanárbácsik is ilyenkor legalább annyira drukkolnak. És közben, mivel hogy mindenkinek megszoktuk, hogy micsoda harcban állunk ma délután itt a rádiós közvetítés okán a percekkel, már el is foglalta helyét a zongoránál Sebestyén Lázár Regina, Regina ötödikes, és ő az egyik, aki egy nagyon nagy utat tett meg ezért a koncertért, Sepsiszentgyörgyről érkezett, és hát megtudtam Regináról, hogy ő már 5 éves kora óta zongorázik, versenyezni is szeret, és arról ábrándozik, hogy zeneszerző legyen. Most Bartók Béla egyik legismertebb művét fogja elzongorázni nekünk, következik az Este a székelyeknél. Lázár Reginának tapsoltunk, aki Sepsiszentgyörgyön tanul zongorázni, és egy gyors taps erejéig megkérjük a tanárnénit, kőműves Bokor Zsuzsánnától, ő is. És még mindig van nekünk a kínálatunkban egy kis zongoramuzsika. Bartóknak egy másik, nagyon ismert, nagyon népszerű zongoraműve következik, egy részlet belőle, a szonatina, amelynek a dallamanyaga is nagyon szorosan kötődik Erdélyhez. És most ismét egy kolozsvári zeneiskolást hallgattunk, Köncei Eszter, ő már hetedikes,
És Kostyák Márta tanárnénitől tudom, hogy a szonatinának nagyon nagy szakértője, mert Besztercén a tavaly már egy második díjat is besöpört ennek a műnek az előadásával. Köncei Eszter, 7. osztályos a kolozsvári Sigismund Tóth utca zenei főgimnáziumban, és ameddig következő énekfalunk, énekegyüttesünk elhelyezkedik a színpadon, gyorsan tapsoljuk meg tanárnőjét, Kostyák Mártát, ismét pedig duplán, mert Márta a Dalokszövetség idei egyik díjazottja. És most színpadunkon az a csapat, amelyik a legnagyobb utat tette meg, tehát ezért a koncertért, a Kantikum elnevezésű ének együttes a Sepsiszentgyörgyi Plugo Sándor Művészeti Líceum diákjai. És hát ha valaki kételkedne abban, hogy a mai időben vannak még mintadiákok, akkor jelentem, hogy itt van előttünk egy olyan csapat, amely a tanárnőjük, Sebestyén Lázár Enikő szerint csakis mintadiákokból áll. És hát Bartók egynemű karai ugye gyermekhangokon is nagyon szépen szólnak, de nagyobb gyermekek hangján is nagyon szépen szólnak, és ezt most már is bebizonyítja nekünk a Sepsiszentgyörgyi Kantikum énekegyüttes. Ne hagyj itt senki a világon levél az otthoniakhoz, és tehát a művészeti vezető Sebestyén Lázár Enikő.
tehát a Kántipum énekegyüttest hallgattuk Sepsiszentgyörgyről. Láthattuk mi, akik itt vagyunk a teremben, hogy a Minta lányok énekeltek most, de megsugom, hogy később a program során még valószínűleg Minta fiúkat is hallgatunk. És azt hiszem megegyezhetünk abban, hogy a tanárnéni tényleg nem tűzott azzal, hogy ez egy Minta csapat. És hát közben is most már nagy mocorgás van a színpadon, ugyanis a kórus muzsika után most egy picit hegedülni fogunk itt a rádióban. Nem kevesebb, mint 6 kis hegedűs fog felvonulni a színpadra. Amondó vagyok, a tanárnéni nyugodtan terelgesse nyáját fel a színpadra. Úgy gondolom, hogy ezek a gyerekek szeretnek táncolni, ugyanis eljátsszák nekünk a 44 duó közül a párnás táncot, eljátsszák a sántatáncot is, és a kettő között eljátsszák azt a vidám kis dalocskán alakuló duót, aminek az a lényeg, ezt mindenki tudja, aki valaha fogyókúrázott életében, hogy a komámasszony az vagy túl kövér, vagy túl sovány, de valahogy sosincs úgy, hogy tökéletes legyen. És akkor hadd puskázza mindenki, hogy ezek az ügyes kis hegedűsök kicsodák, tehát Sinkó Lea és Várdó Zselyke negyedikesek. Mutassátok meg magatokat, hajoljatok meg, hogy tudjuk, kinek kapcsolunk. Orbán Sarolt és Csotlaus Erik szintén negyedikesek. Kis Janka és Szél Karola harmadikosok. Ugyan édes komámasszony és párnás tánc. Thank you.
köszönjük szépen! Ugyanilyen ügyes harmadikosaink és negyedikeseink vannak, azért megkérjük Piricsi Andrea tanárnénit, hogy ő is egy gyorsabb serejéig mutassa meg magát a hallgatóságnak, hiszen nem... Különben én azt hiszem, hogy Bartók Béla 44 hegedű duójában az egyik legjobb dolog az, hogy ilyen kicsi harmadikosok, negyedikesek is pont olyan szépen muzsikálhatnak együtt, mint nagyobb gyermekek, akik itt vannak, mert nem lustálkodtak és nem otthonról hallgatnak minket, azok látják, hogy két szép nagyobb kislány már készen áll, hogy duózzon, de ugyanúgy tanárnéni játszhatja diákkal, vagy diák tanárbácsival, és játszhatják a duókat testvérek is. Most éppen ez az eset van. Andrus Panna 9-es, lássa melyik Panna, hajoljon meg. És Andrus Zsófia, ő 11-es, ő is három duó. Burlesk mese és szól a Duda. Különben a Dudában az az egyik izgalmas dolog, hogy Bartók, más zeneszerzők is, de Bartók is nagyon szerette a Duda hangzást, és izgalmas dolog felfedezni, hogy hogyan jeleníthető meg a Dudának a hangzása két hegedűn. Akkor is lehet tudni, hogy Bartók nagyon vonzódott a Duda hangzásához, hogy egyszer még egy Duda versenyt is rendeztek a kedvéért, mert hogy tudták róla, hogy szereti ezt a hangszert. No de, halljuk a lányokat!
Panna és Zsófia megmutatta, tehát nekünk duóban, hogy hogyan is szól a Duda Bartók duóiban. És megkérjük Piroska Melánia a tanárnőt, hogy gyorsan ő is mutassa meg magát. Őt is tapsolhassuk meg. Bartóktól azt is megtanulhatjuk, hogy szeressük a népdalokat. Az egész világ tulajdonképpen megtanulta Bartóktól, persze Kodártól is, felfedezni a népdalok szépségét, a népdal éneklés örömét. És hát most egy olyan ifjú hölgy áll előttünk, Bernes Aliz, a Sigismund Toduca zenei főgimnázium 12. osztályosa, aki hát bizony már versenyeken is nagyon-nagyon mutogatta az oroszlán körmeit, és hát Aliz, ha jól tudom, most azért van velünk, mert egy versenyről lemondtál, Aliz? Oda a mikrofonba, hogy halljuk mi is. No, hát én azt hiszem, hogy ezt nagyon-nagyon szeretettel megköszönhetjük Aliznak, akitől most két szép törösvői népdalt fogunk meghallgatni, mind a kettőt Bartók Béla gyűjtötte. Népdal kórusa,
Tehát még mindig maradunk a népdaloknál, de most egy nagyobb csapat fog együtt népdalokat énekelni. És ameddig a lányok, mert hogy a hallgatóknak megsugom, hogy csak is lányok, nem tudom miért, esetleg koncert után majd megkérdezzük a kamerákról, hogy nem tudtak finikat fogni a csapatba. Addig én közben elárulnám, hogy Bórika Éva tanárnőről, ha annakról tudom, hogy hát egyszer tudott ez a dolog, hogy Misi bácsi egyszer megkérdezte, hogy mivel készülnek egy kórus találkozóra a nagyenyediek. És hát a nagyenyediek, ha jól értettem a dolgot, nem tudtak érzelben határozottan válaszolni, hogy mivel is készülnek, amire Misi bácsi azt mondta, hogy hát akkor elénekeltek egy népdalcsokrot. Úgy látszik, hogy Misi bácsinak, Kutma Mihály karnagynak nem lehetett ellent mondani. Elénekelték a népdalcsokrot, a lányok elővették a népi ruhákat, láthatjuk egyik szemünk a másik, és Bórika Éva tanárnéni betanította azt a népdalcsokrot, sok más népdalcsokrot. Most egy olyat hoztak, amelyben madárkák röppennek. Madárka, madárka. Madárka, madárka, sácsó óvivassa. Madárka, madárka, sácsó óvivassa.
milyen jól tette Misi bácsi, hogy kiadta a parancsot 1911-ben, hogy énekeljenek népdal sokrot a nagyenyedi Bezlen kollégiumban. Most pedig ismét Sepsiszentgyörgyiek következnek, és népdal feldolgozások a Magyar Népdalok című Bartók sorozatból, és most megismerhetjük majd Sebestyén Lázár Enikő tanárnőnek nem csak a mintadiák lányait, hanem megismerhetjük azt is, hogy milyennek a mintafiú Sepsiszentgyörgyön a Lugor Sándor művészeti osztályban. Míg a madárkáim levonulnak a színpadról, én közben mondanám is, hogy mit hallgatunk, nem messze van itt a Gyulai kert alatt, által lennék én a Tiszán, száraz ártól messze vinít, Tiszán a babán. És akkor mondanám a mintacsapatot is, Bajgó Boglárka, Székely Kriti Fuzsina, Korompáli József, Dobrita Roland és Bartos Arna, valamennyien 12. osztályosok, valamennyien mintadiákok, és zongorán kísért Tőmides Bokor Zsuzsanna.
református kollégium vegyes karát és Székely Árpád karnagyot és Kovács Réka tanárnőt, hogy fussanak fel a színpadra. Bartók Béla négy szlovák népdalából hallgatjuk meg előadásukban az utolsó két tételt. Azt javaslom, jöjjön mindenki ide, és tapsoljuk meg őket még egyszer nyugodtan. Thank you.
titeket is tisztelítek. Nagy tömegekhez eljutatni a zenét. Szeretném, ha még megtapsolnám technikus kollégáimat is, akik rengeteget dolgoznak. A hangmérnök kollégám Körin Farkás, ha még nem tűnt el fentről, akkor az üvegablakon túl, hogy kezdenek kapcsolni. Körin Farkás. A Dalos Szövetség és a Kolozsvári Rádió köszöni, hogy ilyen népes csapatban részt vettek a mai koncertben. Emesével együtt mindketten tudjuk, hogy ez a koncert lehetett volna kétszer ennyi, háromszor ennyi, vagy sokszorosan ennyi. De azt hiszem, hogy egy órában sikerült ízelítőt adnunk abból, hogy Bartók szerette a gyermekeket, izgalmas dolgokat komponált a gyermekek számára, és a gyermekek 70 évvel a halála után is szeretik Bartók Bélát, zongorázzák, hegedülik, éneklik Bartók Bélát. Köszönjük, hogy itt voltunk és együtt Bartókozhattunk.